In the far reaches of the galaxy, a civilization is under siege. We are all that is left. They've searched the universe for a leader. Stay tuned for scenes from next week's Galaxy Quest. Never give up. Never surrender. He will save us. What they got. Never give up. And never surrender. We're struggling TV actors. You are our last hope. Where's my limo? Okie dokie. And they're about to put on a command performance 8 million light years away. We are actors, not astronauts. You are our protectors. That was a hell of a thing. Now, Laredo, take us out. You gotta move to the right. Would you sit parallel? Your ass down? You wanna drive this thing? Acting like heroes. The whole thing was just a misunderstanding. May not be enough. They look like little children. Hi, little guy. Oh, darn. DreamWorks Pictures presents Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman, Galaxy Quest. You're just gonna have to kill him. Well, go for the mouth, the throat, his vulnerable spots. It's a rocket, doesn't have any vulnerable spots. Egy távoli galaxisban idegen civilizáció él, akiket most veszély fenyeget. Kultúrájuk egyetlen reménye, földi csillagharcosok egy elit alakulata, egy félbemaradt tévésorozatból. Színészek vagyunk, nem űrutazók! Sose hátrálj! Dőljetek hátra, kössétek be magatokat, és élvezzétek Tim Allen! A limuzino! Lebilincselő film! Sigourney Weaver! És Alan Rickman! Micsoda! Mert most betekintünk a DreamWorks új vígjátékának kulisszái mögé. A parancsnok a fedélzetem van! Galaxy Quest. Galaktikus küldetés. Ez egy sikeres science fiction sorozat, amit leállítottak. És most a szegény, tragikus színészeknek abból áll az élete, hogy sci-fi konferenciákra járnak és kompjúterboltokat nyitnak meg. Grabtár pörőjére! Micsoda megtakarítás. Űrlények egy másik bolygón vették a földi tévéadást. És látták a sorozatot, de nem tudják, hogy ez csak tévéműsor. Jelentősen sérült a hajótest. Azt hiszik, hogy a sorozat történelmi dokumentum az univerzum megmentéséről. Úgyhogy amikor megtámadja őket a csillagrendszer leggonoszabb lénye, és nem tudják megvédeni magukat, fogalmuk sincs kihez forduljanak. Parancsnok, ön az utolsó reményünk! Tim Allen vezeti az állástalan színészek csoportját. Van néhány neve, a tévés neve és Jason Nesmith. Én játszom Jason Nesmithet, aki Taggart kapitányt alakítja. A plazma pajzsot! Végül elvisztek minket az űrbe, és Tim túl hiú ahhoz, hogy bevallja, hogy mi csak színészek vagyunk. Kiderül, hogy az egész civilizációt sodortam végveszélyre. Mindig ezt csinál, és elég jó. Az intergalaktikus utazáson részt vesz az űrkalandokban oly jártas Sigourney Weaver is. Olyanok, mint a kisgyerekek. Sziasztok! Sigourney azonosult a figurával. Imádta, hogy hosszú szőkehaja van, és hogy ő a szexszimbólum. Majdnem az egész az ő ötlete volt. Úgy gondoltam, hogy ő természetes szépség, így természetes, ha ki akarja domborítani a bájait. A hajótest megsérült. Alan Rickman játssza az egykor tisztelt Shakespeare színészt, Alexander Dane-t, akinek most a félig ember, félig hüllő Dr. Lazarust kell alakítania. Az a fajta angol színész, aki vágyakkal és ambícióval telve jött Hollywoodba. És most sci-fi találkozókra jár, és üzleteket nyit meg. Varván sárjaira! Bosszút állok! Ők hárman a Galaxy Quest legénységével együtt egy valódi csillagközi háborúban találják magukat. Mit mondtál? Imádom az akciófilmeket, úgyhogy nagyon élveztem. Nagy kaland az űrben. Intergalaktikus izgalmak. Ugorj a torkának! Keresd sebezhető pontot! Ez egy sziklaszörny, nincs sebezhető pontja!
és nem e világi komédia. Ó, ez nem helyes. Csodálatos film, az egész családnak való. Nagyon vicces. A piros bigyó közeledik a zöld bigyó felé. Hamarosan megérkezik ebbe a naprendszerbe is. Galaxy Quest. Galaktikus küldetés. Csodálatos. Forgalmazza a UIP Duna Film. Sose hátrány! Mi a közös Tim Allenben, Hollywood legjobb trükkmestereiben és egy Gregnek nevű sziklaszörnyben? Szívesen veszek minden ötletet! Hogy mind részei a DreamWorks technikai szempontból is káprázatos új filmjének. Egészen elképesztő, látványában lenyűgöző. Tekintsetek be a kulisszák mögé azokkal együtt, akik a képi varázslatokat és a mozimágiát felsőbb szintre viszik. A Galaxy Questben a trükkök egész párházát használtuk fel. Itt a DreamWorks Pictures új sci-fi akcióvígjátéka, a Galaktikus Küldetés. Mint kapitány mondhatom, ilyen hajót még senki sem épített. Hogy a kalandot igaziból életre keltsék, a Galaktikus Küldetés kiötlői a szórakoztatóipar legtehetségesebb és legelittebb trükkmestereihez fordultak. A fantasztikus számítógépes trükköket mind az Industrial Light and Magic készítette. Aztán itt van Stan Winston, a Terminátor és más remek filmek trükkmestere. Ő csinálta az űrlényeket és a szörnyeket. Hogy kell megalkotni az ilyen figurákat? Különböző technikák vannak, és itt mindegyiket felhasználtuk. De a trükkök nem csak a számítógépes megoldásokra támaszkodtak. Ceres a főgonosz, és a jelmez ennek megfelelően nagyon félelmetes. Ezek make-up trükkök és mozgatható sminkrészek, de ezeket a színész irányítja. Mit mondtál? Harcolok egy nagy disznószörnyel. A sebessége évenként 1 kilométer. Amikor ezt a lényt csináltuk, felvetődött, hogy talán belebújhatna valaki. Én meg meggondolatlanul azt mondtam, igen, én beleférek. A film megannyi technikai vívmánya közt van az űrhajó díszlete, melyet Hollywood történetének legnagyobb mozgatható emelvényére építettek. Ahelyett, hogy a kamerával csinálnánk ezt? Ahelyett, hogy rázogatnánk. Az egész kóceráj mozog. Ez a mozgatás néha félelmetes volt, de így nem kellett színészkednünk, mert tényleg kapaszkodtunk. Mint egy 7-es erősségű földrengés. Olyan érzés volt. De még a Galaxy Quest trükk szakemberei és szereplői sem tudtak elképzelni egy olyan földön túli tájat, mint amilyen a Dublin völgy Utah államban. Ez a legfurcsább hely a földön, a kertemet leszámítva. Teljesen őskori. Furcsa homokkő képződményekkel. Elképesztő hely. Hihetetlen. Ki tudta, hogy van ilyen? Nem értem, eddig miért nem szerepelt a filmen. Megrázó forgatás. Áttörést jelentő trükkök, jaj ne, és döbbenetes egyedülálló helyszínek. Isten hozott egy életre szóló kaland. A legújabb technológiát keltettük életre a vásznon. Galaxy Quest. Galaktikus küldetés. Forgalmazza a UIP Duna Film.